bells jingle, jingling all the way. What fun it is to ride a one-horse open sleigh. Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit itt, végre itt a téli kapszulás nyitogatós videóba. Láthatjátok, milyen nagy karácsonyi hangulat van itt. Páran már kérdeztetek, hogy mikor lesz ez a videó. Most itt van, végre valahára. És hát ja, arra gondoltam, hogy ez a videó kicsit ilyen beszélgetősebb stílusú lesz, tehát ugyanúgy fogom nyitni a kapszulákat, de közben így egy-két gyakrabban ismételt kérdésre válaszolok. Meg majd nekem is lenne egy kérdésem felétek, amire meg majd válaszoljatok ti. Na, közben meg is veszem a kapszulákat. Amit tudni kell egyébként az eddigi ládanyítós videókról, hogy eddig az összes olyan ládanyítós videó, amit láthatatok tőlem, az mind ugye saját pénzből lett finanszírozva. Ezt még amikor névtelennel játszottam, akkor ő még kérdezte is, hogy ez most hogyan megy, ez most saját pénz, vagy ez most ebből az egészből befolyólag tudom finanszírozni. És hát ja, az eddigi összes ládanyítós videóm az olyan volt, hogy saját pénzből. Viszont ez most egy kivételes alkalom, ugyanis, mit kapunk ehhez? 5 kapszula, egy gemstone, ami nagyon jó, 250 ilyen tokent. Meg egy ikont, egy cuki poró ikont, ami szereti a gemstone-t. Akkor ez én vagyok, mert én szeretem a gemstone-t. Ugyebár most van jelenleg 5 gemstone-om, így lesz 6, és ugye még kelleni fog 4 nekünk. Oké. Okay. Meg is vesszük. Szóval igen, ez a videó, ez a nyitogatás egy kicsit különleges alkalomnak mondható, ugyanis ez a videó most nem saját pénzből lett megvalósítva. Ugye voltak már páran, akik kérdezgették tőlem, hogy oké, okay, hogy én csinálom ezt a videózást, meg ezeket a dolgokat, de hogy én például ebből élek-e? És erre én mindig válaszoltam, sose volt tabu, hogy nem. Ebben elvileg 975 RP-nél nincsen kisebb skin, és elvileg 3-at ad egy kapszula. Ugyebár így lehet az 5 kapszula kevésnek tűnik, de így, ha ezt megnézzük, akkor már lehet, hogy annyira nem is. Ja, szóval mindegyik ad 3-at, és van 5 kapszulánk, akkor quick match, fixen fogunk kapni 15 skint, és ugye bár lehet még a kapszulában, ha jól tudom, gemstone, vagy esetleg 4 skin is, ebben nem vagyok biztos. Szóval, ja, el is kezdjük. Szóval kérdeztétek már többen is, hogy én ebből az egészből élek-e? Nem. Valamint ehhez még kapcsolódó kérdés, amit szoktak még sokan kérdezni, hogy nekem, oké, hogy nem ebből élek, de nekem ebből az egészből van-e pénzem? Hát ez érdekes történet egyébként, mert... de jó! Már rögtön az elején lehet mégis lesz itt Hextech Poppy? 7 darab. Szóval ez érdekes, hogy van-e pénzem az egészből, mert... hát ilyen kacskaringósan indult az egész. Eleinte, amikor kezdtem ezt a YouTube-ot, akkor be volt kapcsolva a bevételszerzés, de így utólag kikapcsoltam. Tehát lehet eleinte, akik már régebbi nézők meg ilyenek, azok lehet régebben láthattak reklámokat a videóimon, de most már fixen nincs egyiken se reklám, mert ez ki lett kapcsolva általam. Max, ha mégis reklám van a videón, akkor az valami harmadik féltől való származó genyó, az meg úgy rakja rá a reklámot, hogy nem én kapom belőle a pénzt. Szóval ja, tényleg a YouTube-ból kerekperec kimondom, hogy 0 forint részesedésem van nekem, szóval nem keresek vele pénzt. A Twitch az egy olyan dolog, hogy ugye ott streamel az ember, azért, te az, hogy ott streamelsz, azért nem kapsz pénzt. Van ilyesmi lehetőség Twitchen, ez jó skin. Van ilyesmi lehetőség Twitchen, ilyen hirdetésekkel való pénzszerzésszerű dolog, de ahhoz partnernek kell lenni Twitchen, tehát én meg ott nem vagyok partner. Az meg, hogy azt streamelek, abból meg így alapjáraton nem kap senki se pénzt. Ez a zsák, ez mindig jó szokott lenni. Ez jó. Kíváncsi leszek.
Szóval, ja, tényleg eleinte azt bevallom, hogy a YouTube-on be volt kapcsolva a bevételszerzés, összejött belőle az elején még valamennyi pénz, ne gondoljatok sokra. Tehát, ez ki sem merném mondani azt, hogy az eddigi lálanítós videókat esetleg visszahozta az árát, mert max. Egy videónak az árát visszahozta az a kezdetleges YouTube bevétel, aztán tényleg utána már ki is kapcsoltam, mert egyszerűen nincs rá szükségem. Mert tényleg én azért csinálom ezt az egészet, mert szeretem, és hát akkor most ne erről szóljon már, hogy pénz, meg ilyenek. Szóval ja, azok, akik... ez Gál. Szóval ja, azok, akik ezeket a kérdéseket kérdezték, hogy ebből élek-e, keresek-e ebből pénzt, nem, mind a kettőre nem a válasz. Egyetlen egy módja van a bevételszerzésnek számomra ebből az egészből, a támogatás, ugye. A támogatás az mindig is adott volt, az nem kötelező dolog. És azt mindig is lehetett. Például Twitch-en az annyira beépített dolog ez a támogatás, hogy akkor is tudnak támogatni, ha én nem is akarnám, szóval hogy ez így bele van építve az oldalba. Szóval, ja. Azt rá tudják ott erőltetni. Aztán, ja, de tényleg ez nem egy elvárt dolog. Nincs rá erőltetve senkire. Meg hát tényleg nekem már az is elég nagy támogatás, hogy nézitek a videóimat, hogy követtek, hogy várjátok, meg szeretitek a videóimat. Nekem ez már egy nagyon nagy támogatás a nézőktől, és tényleg ezt köszönöm szépen, mert ez így önmagában nagyon jól esik. Ú, jönnek ám az episzkinek, jó. Na, ha jól látom, a kapszulákkal megvoltunk, fogunk rerollolgatni, meg kivenni skineket, bár kivenni még nem vagyok biztos benne, hogy kiveszek valamit, majd meglátjuk. Megnézzük ezt a zsákot. Random 1350 skin. Ward skin, emote, summoner icon. Jó. Ja, hogy többet ad? Azt hittem egy dolgot, azt hittem kapok csak egy ikont, ezt annyi. Jó, Star Guardian poró ikon. Júj, ez nagyon jó skin, ez tetszik. Clean, ez egy nagyon jó emote. Clean. És egy Pulse Fire Ward. Okay. Na, nézzük a skineket. Szóval jás csak permanent genyó. Jó, ez nem kell. Szóval a srácok, akik ezeket a kérdéseket föltették, azoknak akkor itt a válasz. És ugye mondtam a videó elején, hogy ez egy ilyen különleges alkalom, mert ugye, hogy eddig mindig ez ilyen saját pénzből volt finanszírozva a lálanítás, és hogy most nem, mert most ez egy különleges alkalom. Azért, mert most támogatásokból összejött annyi, hogy ezt a téli kapszulás lálanítós videót össze tudtam ebből hozni. Tehát tényleg köszönöm szépen, aki így Twitch-en támogatott, és így összejött ez a adott összeg, amiből ezt meg tudtam valósítani. Tehát ja, köszönöm szépen mindenkinek. Főként Petkének és Bencének is szeretném megköszönni, így külön megemlítve, mert ők voltak így a főbb támogatók, szóval köszi szépen, srácok. És hát ja, meg tényleg mindenkinek köszönöm egyébként, mert tényleg már az is nagy támogatás, hogy néztek, hogy szeretitek a videókat, hogy követtek. Tényleg, srácok. Na, van itt akkor egy Kogmonk, egy Twitch, egy Veigar, ugye alulról megyünk fölfele, ezek az olcsóbb skinek. Ez mehet egyből egy reroll. Nem a legjobb. Szóval, ja, srácok, ezt meg így még mellékesen hozzátenném az egészhez, hogy nem ez, amit csinálok, ez nem ilyen főállású dolog, ezt én teljesen hobbi szinten csinálom, ugye ezt már mondtam. És hát, ja, dolgozom én is úgy, mint minden más felnőtt ember, és sokszor, amikor azt látjátok, hogy inaktivitás van a csatornán, nem nagyon van videó, stb., ez mind amiatt van, mert dolgozom, élek, nem mindig jut erre szabad idő, hogy folyamatosan pumpáljam a videókat, meg ilyenek. Szóval, ja, de ez remélem érthető. TP a mundo. Valami jó skint is fogadni amúgy a reroll? Úgy mellékesen.
Na mindegy, a Gnár az még mindig olyan, hogy ugye ezt még kérdeztem tőletek, hogy melyiket vegyem ki, végül az SSG-t szedtem ki, a Snowday Gnár az még mindig csak kérdéses, mert tetszik, nem tudom, még egyelőre itt marad. SKT Alistar is egy jó skin, Alistarra nem tudom, hogy van-e skinem, de ez jó, ez az Alistar, ez tetszik. Mindegy, folytatódjon a reroll, viszont ezt a trash-t, ezt kiveszem. Ezt fixen kiveszem, mert ez egy jó skin, ez egy nagyon jó skin. Oké. És egy a srácok, akkor fel is tenném én a kérdést, amit szerettem volna itt tőletek kérdezni, hogy szerintetek átlagban egy videó milyen hosszúságú legyen? Mert tényleg én már nem tudom eldönteni, mert eleinte, amikor kezdtem a videózást, akkor mindenki azt mondta, hogy túl hosszú a videó, túl sokat beszélek, legyen rövidebb, stb. Elkezdtem csinálni a rövidebb videókat, akkor mindenki azt mondta, hogy túl rövid, miért ilyen rövid, legyen hosszabb videó. És tényleg én ezt már nem tudom így eldönteni, hogy akkor mennyi lenne az átlagos videó hosszúság így számotokra. Ebben szeretnék tőletek így választ kapni, hogy szerintetek mennyi egy átlagos videó hossz, ami szerintetek úgy megfelelő, hogy nem is hosszú, nem is rövid, mert tényleg én már nem tudom eldönteni. Szóval, ha erre válaszolnátok, azt megköszönném, meg nagy segítség lenne, és akkor próbálnék arra törekedni. Szed robot amumu, nézzünk egy epic rerollt. Van esetleg olyan epic, ami nekem nem nagyon kéne, és tudnám rerollolni? Az a baj, ezek szinte mind jók. Ez viszont megvan, tehát ezt a kettőt már fixen tudnám. Kéne egy hal, ez is megvan. Na, nézzünk egy ilyet. Megnézhetjük. Ez egy nagyon jó skin Jace-re. Sajna nem Jace ezek, de ez egy nagyon jó skin rá. Oké. Még kéne még egy rerollt összehozni, ugye látjátok itt van egy Kalista, amit meghagytam, meg egy Akali. Igen, ez reroll lenne, csak nem tudom, hogy mi legyen a harmadik hozzá. Gnár, Alistar. Alistarra megnézem, milyen skinjeim vannak. Semmilyen? Hát Alistarra nincsen skinem. Akkor menjen a Gnár. Egyefene, beáldozom a Gnárt egy rerollra. És meg is érte? És meg is érte? Állati jó ez a skin. Rohadt jó, bőven megérte, bőven megérte. Sajnálom Gnár, de ez bőven megérte. Alistart akkor kivehetjük. Jó. Amit innen még ki szerettem volna venni, az az Ivern. Nem is baj egyébként, végre fogy egy kicsit az eszenciám, mert nagyon sok felgyűlt már, amit nem nagyon tudtam mire használni. Nunu nem hiszem, hogy kell, ez a Janna, ez jó skin. Ezt annak ellenére, hogy életemben kb. Kétszer Jannáztam, bőven megéri kivenni, mert rohadt jó skin. Jó. Ez a Kai'Sa, ez annyira nem, inkább akkor a KD-ja. Az jobb. Ez megvan. Ez a Gnár, ez nem az igazi. Azir. Dinzao, Pantheon, Swain. Hát ezek már olyan semmilyen skinek nekem, ezekre így már nem nagyon van szükségem, ezekből úgy egyik se kéne. Szerintem ezek diszencsántolva lesz az összes. Sajnos rohadt kevés eszenciáért lehet őket diszencsántolni. De hát, sok kicsi sokra megy. Ja, de nem baj, legalább most már lenullázom magamat, mert tényleg zavart, hogy már itt volt egy csomó skin shard, és nem tudtam velük mit kezdeni. Muszáj volt döntést hozni. És majdnem sikeresen visszamentem 10 000 eszenciára. Jó. Oké, viszont szerintem még tudok nyitni ezekből, tudok venni ládát. Veszünk ebből ládát, de ehhez kell kulcs. Mi?
Hát az úgy para. Ja, de tudok venni az e-kulcsot, jó. Oké. Összehoztam úgy, hogy legyen még két láda, meg szerváltam mellé két kulcsot, ez itt teljesen jó lesz. És akkor még nyitunk kettő ilyen... Mi ez a láda? Masterwork chest. Ebből még nyitunk kettőt. Nurse Akali. Red Card Katarina. Jaj. Hát, egyik se az igazi. Jó van, megy ez is a Disenchantba. És akkor felhoztam magam 10 000 fölé. Nice. Gemstone-ból meg ugye szereztünk most kettőt, már csak három kell, és jöhet a Hextech Poppy. Szóval, ja, srácok, köszönöm szépen akkor a figyelmet, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, és hát ja, igyekszem majd a többi videóval is jönni, ahogyan tudok. Előre is kellemes ünnepeket mindenkinek, srácok, legyetek jók. Sziasztok! What's risen out the bad patch? Shell crack, be the last of the batch to hatch. I'm here to blaze with my last bag and last match. Feel the fade, then I have to get my bags packed.